Isti! Damn, son! Isti sztóra leírásban. Na, szevasztok, gyerek, itt vagyok a következő Forza Horizon 3 Góliát versenybe, Patrickkel, Ferrari tökömtje, amivel megyünk, nem tudtam elolvasni az előbb, úgyhogy gyerünk. 5-12 talán? Hallod, nekem végig kapartat. Na, 5-12. Kapartat! Kapartat. Kapartatott neki. Szép magyar szó. Persze, ugazdag azért. Hasonszőri. Ja, partjuk ugye az előző részben, amit egyébként megnézhettek a kártyán a most felvillanóban. Dehogy villan fel is, ezt engedd el. Nem, amúgy felszakolt, mostanában már figyelek. Úristen, engem löktek! Mostanában már figyelek rá, felvillanóz. Nem ám, ma megint. Patrik, indítsuk újra? Indítsuk újra? Nem az, csak nem tudok elindulni. Ja. Patriknál egyébként, Patrik nyitotta ezt az autót az előző részben, a végén. És úgy gondoltuk, akkor megyünk egyet vele, úgyhogy én is megvettem, és csapatjuk neki, nekem nagyon nagy élem az autót. S2-es kategória. Komolyan, basszus, hát én meg... Én teli gázt nyomok, nem is kell óvatoskodnom vele, az a nem mondod komolyan. Hop, esküszöm. Igen, Ferrari verseny nyomunk, tehát hogy csak Ferrarik vannak. Ja. Aha, az egy checkpoint miss volt szerintem elég erőteljesen. De nincs egy checkpoint. Van az. Vannak checkpointok, ugyanúgy minden versenyen vannak, Patrick. Hol? De hogy checkpoint néz, mert én kétszer is elmentem mellette véletlen az előzőbe. Ó. Oh. Egy ilyen jó fél méterrel. Na. Akkor jó. Komolyan figyelsz már kártyákra, István. Igen. Kicsit, persze, minőségi kontentet kell kitenni, tudod. Persze. VR the VR. Persze, így van. Abszolút, ahogy mondod. De VR the PR. Na, várjál, hol van a... hát figyelj, PR-ból jók a fiúk. Na, második helyen vagyok, Pecsik, utolsó megint? Persze. Jól sejtettem, akkor jól van. De hogy így kilátástalan megint egyébként, teljesen? Kilátást, így van. Tesó, egyelőre neked ez ilyen kinkeservesek ezek a... Nem, nekem az autóval van a bajom. Nem tudom miért, pedig én esküszöm tökre tudom irányítani. És nem raktam át, nem raktam át négy kerékre. Hát nekem már az elején kapartat. Az vagy érdekes. Kikapar, vagy kifarol, vagy faszan tudja már. Meg én azt szoktam csinálni, egyből elváltam kettőbe egyébként, aztán hogy kussoljon. nem amúgy. Nem, nálam valahogy nem. Meg ilyen 2.40 körül van a max sebességem. 2.40 körül? Hát várjál, mindjárt mondom. Ja nem, várjál, 260. Igen, bocsánat. Nem, szopat már ez. Miért nem a Subaru-mal jöttem? Hát azt nem tudom. Komolyan mondom, hát mindennek neki megyek. De így felborulok. Ja hát azt vágom, tehát hogy nekem is ez szokott lenni mindig, tudod jól, tehát hogy... De még nincs is ugratás. Hát az egész verseny egy nagy ugratás. Na. BZ szelleme. Aj, nem most kicsúsztam én is, Ó, hát én már azóta vagy 80-szor, ne aggódj. Holy crap, csak már nem is mondom, mert minek. Már fölösleges információ. Eltenti kézek én itt a izén. Persze. Utolsó helyen, így sereghajtó. Van. De ezt, annak is kell valakinek lenni, tehát ő... Bazd meg Isten. Hogy gyere, cseréljünk, bácsi! De bazd meg, én most neked akarok jót. Na most én is elkúrtam, ne aggódj. Milyen fáknak neki megyek. Hoppá, kicsit... bazd meg, itt nem rajtam, mert éppen brékelt egy fa. Azért, bazd meg Isti. Így megsoroz vele. Amúgy már én is ott vagyok a hátsó felénél a csoportnak, hogy ne aggódjál. Jó, de én nem is látok senkit, még a térképen sem. Nem tudom, hogy mi a baj a te autóddal. Nem tudom. Spoilert sem tettem rá egyébként én. De én sem. Tényleg nem vágom. Mert tudom milyen az, amikor nagyon kipörög a kocsi és akkor nem tudsz elindulni. Mi a jó Isten, egy kanyart akartam bevenni és megforogtam. Hűha. Hát ez nem szó. Nagyon gáz, nem tudom mi van. Nem kapcsoltad kivéletlen az ABS-t? Fogalmam sincs. Csak nem tudom, hogy most mit fékez előtte, mit fékezel? Összetöröm a csontjaidat, te állat! Bárcsak ilyen problémáim lennének. Hadd szagoljak én is oda egy picit. Aha. De jó! Sok mostani videós. Micsoda ez, hogy hadd szagoljon oda? Mire? Új videósok. Jaj, de hogy... Ja, jó, értem. Kérek én is ebből egy szeletet. Persze, hát gyülekeznek a csecskörén.
Mindenki oda gyűlik a csecs köré, ne aggódj. Kiszopni egy kis tejecskét ide, innen, onnan, amonnan. Jó az nekik. Na várjál, ajj! Tesó első hely. Örülsz? Az meg. Nálam 3.55 a vége kb. Nem mondod komolyan. Ugyanaz az autó, mondjuk egyáltalán? De ugyanaz, mert mellém álltál. 3.54 a vége, ja. Annyi. Azt hiszem, én nem raktam... Most mondjuk 3.10-zel. Full legyenes. Azt hiszem, én nem raktam bele dupla turbót egyébként, és egy biturbót. Jaj, majdnem, na, most, majdnem rosszat mondtam. Azt tettem bele. Na, azt hiszem, az csak így rontott a helyzeten, úgy emlékszem, hogy ez szar volt az értéke, aztán hagytam inkább. Na, adott 54 plusz kilovattot. Ó, miket tud a fiú. Kilovattok. Tesó, valami mérnök iskolát végeztél te, úgyhogy... Persze. Valami ízi, gépészmérnöki ízi diplomára. Azaz. Na, mester. Forma 1-nél voltam mérnök. Azaz. Ferrari csapat, persze. Na azért tudom ezeket. Kis Ricsi írítkedne. Persze, ilyen kis vizes fiú voltál te ott. Igen. Hát, ha még az lehetnék. Hát, ha még... Ja. Mérnök voltam, azt mondja. Ferrari, a Scuderiát, még a Sumival. Sumis időkben még úgy vitted neki a Sumival kilovattokat. Sumival smúzoltam. Sokszor. Michael smúzoltál. Ebből jött ki a 3S. Így van. Nekem 3.40 a vége. I don't understand this shit. Aha, mindjárt lefeljelek a fát, jó, nem? Uh-huh. Úristen ember! Nem bírja ezt az autót, nem éli. Megforogtam megint! Én nem is értem, hogy neked most hogy van ez egyébként, hogy milyen beállításokkal jössz te, vagy nem tudom mi van, de... Én se! Satufék! Ez nagyon, nagyon ronda volt, geci. Elnézést a csúnya szóért. Melyikért? Hát a... Rondáért? Satufékért. Ja? A satú volt a csúnya az egészbe. Miért? Az egy szép gép. Ja, hát tesó, tényleg te, baszki, te! Te ilyen hajómérnök, gépészmérnök, meg hajómérnök. NASA-hoz is hívtak, az Anfield, az a BMN izé akadt rád. Persze. Mondták, hogy elektromágneses mezőknél, mondták, hogy te jó, Anfield vagy, mező vagy. Mert nekem nincsen elektromágneses mező, és akkor a mezőtlen. így van, mondta neked a megnyugodott. Csak angol volt a tanárom, tudod. A keletke, izé a Horváth Géza professzor úr mondta ezt neked még annól. Szegény Isten nyugasztalja. Nincs ilyen ember egyébként, ezt most kitaláltam. Biztos, hogy van. Persze, biztos, hogy van. Az olyan, nem egy egyedi nevet találták ki, Horváth Géza. Hát most... Jó, Kertész Géza lehetett volna. Kis Gyula sincsen, egy se. Nem, persze. Hát de figyelj, olyan nevet kell kitalálni, ami elő is fordul valójában, nem pedig az, mit tudom én, a nagy Mark, vagy mit tudom én, a... Schneider Robert. A Lakatos Márkó. Na. Lakatos Márkó. Jaj, lesz! Pának neki, jó van. Jó az, tesó. Persze, itt vagyok, most érek be a körforgalomhoz. Jó, hát én azt tudom, mikor volt. Vagyis hát ez nem is körforgalom, akkor csak egy keresztezés. Azért, szerintem is, nem tudom, te miről beszélsz. Jó lenne elsőnek lenni. Bazd meg, Isti! Kapom az ívet. Ha nem csókolnék meg... Hallod? Menni kell még egyet, Isti. Jó, tesó, egyenesbe én szétalázok mindenkit ez a kocsival. Imádom hallod, ezt a Ferrarit. Hallod, engem nem érdekel ki alá szét egyenesbe. Fú, de én menni meg. Akarok a izémmal egyet. A Subaruddal? A Subarummal egyet. Jó. Ha az is hülyén működik, akkor nem tudom mi van. De tényleg ilyen irányíthatatlan gyakorlati... Nem vágom mi van nálad. I don't know. Még nyelveken is beszélsz. Hallod? Kínai. Japán. Hallod? Magyar. Nem volt probléma a nyelvvizsgával nálad. Nem. Egyből kiadták a diplomát is. Si. Miből írtad a szakdogádat? Hát én a... Hát azt most nem mondom el. Na, hogy most éppen. Az a baj, nem jut eszembe, mert írtam vagy 40 félét. Hát ja. Szerintem így de hát nyilván az államvizsgákból van vagy öt. Szerintem, persze, szerintem neked a fő szakterületed az egyediség keresése a mai világban. Nem, kertésztudomány. Jó. Kertész, gépészmérnök, te öcsém, te ilyen ezermester lesz. Hát hogyha, ne szórakozz már, hogyha egyediség lenne a fő profilom, akkor az lennék. De hát nem vagyok az. Nem, dehogy is te is, csak úgy másolsz.
Persze. A izé szaktogát is csak másoltad. Persze. Persze, plágium. Hát plagizáltam. Ez egész YouTube egy nagy plágium egyébként, mindenki által, tehát plagizálunk össze-vissza. Na. Na, jó van, megfejtettem a világot. Köszönöm igen. Szépen. Szalai István, 2017 április, mit tudom én mennyi? 23. 23? Annyi. Ó, Michael Jordan, hello baby. Na. LeBron James! 3.43! Piff! Mit akarsz? Úgy elakadtam a falba, mint a disznó. Többel kell menned, ezek kispályás számok ezen a területen. Persze. Megkérdezem majd a Ricsit. Persze. Tudja. Jaj! Persze! Na! És te amúgy nem, nem kuplungolsz akkor már a kontrollerem? Szerinted? Mert Ricsi úgy szokta egyébként. Igen? Jaj, kontrolleren kuplungol. De hát még csak most lett meg a jogsia. Hát de attól még figyelj, most még nem tudom. Ja, ő kontrolleren kuplungozik. Így, a Forzában így van. Aha. Azért az elég kemény. Persze. Az főleg, hogy olyan élethű ez az egész játék, van értelme. Hát de nem az, én azt nem tudom, hogy lehet azt csinálni, hogy megnyomsz egy gombot, és az a kuplung. Tehát annak útja van. Tehát azt így érezni kéne valahogy. Jaj, és már nincs több olyan, oh shit, kifordultam. Mint ha így telibe benyomnád a kuplungot, és így hirtelen fel is engednéd. Hát ugyan, hogy egy gomb lenne a gáz. Amúgy tesó, én itt konkrétan elbasztam az egész versenyt. Mindjárt megelőzöl, bazzeg. Ja, dehogy előzzel. Ja, nem vagy itt, jó van. Utolsó másik előtti helyre. Másik oldalon vagyok, bátyám. Utolsó előtti helyre kerültem. Na, jó van akkor. Áááá, de kicsúszik a vízbe! Nem áll! Én meg kicsúsztam a rákba. Fönnakadtam egy sziklát, tesó! Hogy kell iszetelni? Ne! Hogy akadtál? Ne! Bazd meg! Esmál le róla! Hogy kell iszetelni az autót? Csak megoldod, amire odaérek. Hogy kell iszetelni? Én nem tudom. Hát nem emlékszem, amikor versenyen végig ott voltam egy izébe. Bazd meg! Hogy kell? Getszik. Nem látlak még mindig, ne aggódjál! Nyom a back-et, nyomok én itt mindent, kész, ez fönnakadtam, nyugi, ez így ennyi volt. De hol? Lejön, jó. Jó, sehol nem vagy te még, bátya, jó van. Sehol, hát nem is látlak még. Hogy így elcseszni a végét, te. Magányos farkas vagyok. Ó! Akkor jó van. Na! Irodalom szakon is végeztem egyébként. Ó, tesó, te teljesen azért ilyen... vannak ilyen hasonlataim. Ja. Bebepörög a show. Hashtag Anfield maradna nézve, és ezek ilyen Petőfi szintű. Persze. Na! Jaj. Hát ez egy elég kellemetlen végeredmény lett. Egyébként a te autód még jobb is, mint az enyém, bátya. 911-es vagy én, 907-es. Hát borzasztó. Te úgy átváltott, tehát a motort is lecserélted S2-re? Nem hiszem. Na, akkor nem tudom, mi a franc van. De elvileg a te autód még jobb, mint az enyém. Mert én rátettem a dupla turbót, az növelt ennyit. Ja, igen, a biturbót. Hát a B-turbónak a feliratkozói. Ja, igen, tényleg. Jaj. Na, jó van, gyerekek. Na. Köszönjük szépen a figyelmet, Isti. Butiki a leírásban, így van, turkáló a leírásban. Turkáló. Így van, leírásban. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek, szavaztok, gyerekek. Pénztárcia, szavaztok.